Jó estét kívánok! Meghalt Göncz Árpád. A rendszerváltás után létrejött harmadik magyar köztársaság első köztársasági elnöke óriási népszerűségnek örvendett. Az ország egyik legnépszerűbb politikusa volt. Szinte mindenki Árpi bácsinak nevezte. 1995-ben nagy többséggel újra választották. 2000-ben azonban második ciklusának lejárta után visszavonult a közélettől. Göncz Árpád 93 éves volt. Göncz Árpád 1944-ben szerzett jogi diplomát, és ugyanebben az évben hívták be katonának is. 1945-ben megszökött Németországba vezényelt egységétől, majd többször szovjet fogságba került, de innen is mindig meg tudott szökni. A háború után belépett a független kisgazdapártba, ahol a párt feloszlatásáig politizált. Az 1956-os forradalom alatt a Magyar Paraszt Szövetségben dolgozott. November 4-e után pedig részt vett a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom által benyújtott memorandumok elkészítésében. 1957-ben segített Nagy Imre a Magyar Nép Védelmében című kéziratának külföldre juttatásában. Májusban letartóztatták, és 1958. augusztus 2-án a Bibó per vádlottjaként életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték, a fellebbezés lehetősége nélkül. 1963-ban végül amnestiával szabadult. Utólag visszagondolva, szép emléknek őrizte meg a börtönéveket is. Oda bent olyan emberek között voltam, akiket szerettem. Nem az őrökre gondolod. 1965-től szabad foglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. Egyik legismertebb fordítása a Magyarországon 1981-ben kiadott Gyűrűk ura volt. 1988-ban egyik alapítója volt a Szabad Demokraták Szövetségének. Először az SZDSZ ügyvivője volt, majd a párt országos tanácsának tagja lett. Az 1990-es választáson országgyűlési képviselővé választották, majd május 2-ától ő lett az országgyűlés elnöke, és ezzel ideiglenes köztársasági elnök is. A parlament végül augusztus 3-án hivatalosan is Göncz Árpádot választotta államfővé. Megválasztása után azt mondta, nem fél a vitáktól, nem rejtette eddig sem, és nem rejti ezután sem soha véka alá a véleményét, mert vitában érik az igazság. Göncz Árpád beváltotta ígéretét, köztársasági elnökségének első éveiben rengeteg konfliktust vállalt az MDF kormánnyal szemben. Rögtön a ciklus legelején komoly vita alakult ki közte és a kabinet között a taxis blokád miatt. Később pedig alkotmánybírósági felülvizsgálatot kért több törvény miatt is. Göncz Árpád óriási népszerűségnek örvendett, az ország Árpi bácsia volt. 1992. október 23-án azonban mégsem tudta elmondani ünnepi beszédét a Kossuth téren, mert a tömeg kifütyülte. A köztársasági elnökre azért haragudtak, mert megvétózta az MDF igazságtételi törvényjavaslatát, amit később az Alkotmánybíróság is alkotmányellenesnek talált. 1995-ben nagy többséggel újra választották. Háromszor annyi szavazatot kapott, mint későbbi utódja, Mádl Ferenc. A Horn kormány alatt azonban már sokkal kevésbé volt aktív, kevesebb törvényt küldött vissza, és kevesebb parlamenti felszólalása is volt. Utolsó két hivatali éve az első Orbán kormány idejére esett. Nagyobb konfliktusokat ebben az időszakban sem vállalt már. 2000-ben, 10 év után állt fel az államfői székből, ezután közéleti, pártpolitikai szerepet már nem vállalt. 89 éves korában így emlékezett az államfőként eltöltött évekre. De nézzük, ha kutatok utána, akkor nyilvánvaló rosszat is fel tudok fedezni. De nincs bennem semmi rossz érzés. Nincs olyan, hogy valami miatt megbántam volna, amit csináltam. Minden születésnapot kívánok! Legutoljára 2012. februárjában állt kamerák elé, amikor 90. születésnapja alkalmából szerenádot tartottak a háza előtt. Göncz Árpád az erkélyen köszöntötte az őt ünneplő tömeget.